egyértelmű jeleit láthatja mindenki annak, hogy a tervezett második nagy atomerőműve Magyarországnak gőzerővel épül. Egészen pontosan azok a talaj előkészítési munkák zajlanak, most már sok száz munkás bevonásával és gépek százainak a munkájával, amelyikről több mint 10 évvel ezelőtt döntöttünk. Ezt az atomerőművet meg kell építeni ahhoz, hogy Magyarország teljes energia, biztonsága és szuverenitása folyamatosan érvényesüljön. Hárfás Zsolt a vendégem, aki ott volt ma délután Pakson. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Onnan szágúdott most. Igen. Azt olvastuk a hírekben, hogy Közép-Európa legnagyobb építkezése zajlik most ott. Segítsen, kérem elképzelni nekünk, hogy mekkora léptékekről beszélünk. Valóban ez egy hatalmas beruházás. Most onnan jöttem a paksi telephelyről, és az látható, hogy gőzerővel folyamatban vannak a talaj előkészítés szolgálatok, munkálatok, így például résfalazás, vagy éppen a talajszirádítás munkafolyamatainak a előkészítése. Ez egy hatalmas munka már most is, hiszen például a résfal is 2,5 kilométernyi résfalat kell megépíteni. Az a résfal az a betonfal? Hát ami betonfal, és lent a föld alatt, és 32 méter mélységig kell lemenni. 32 méterig, hiszen csak így lehet megakadályozni, hogy nagy mennyiségű talaj visszivárog be majd a munkagödörbe, illetve biztosítani kell majd a paksi atomerőmű alatt is a megfelelő vízszintet. Tehát ezek is már egy hatalmas munkálatok. Milyen még gödröt ásnak egyébként? Hát átlagosan ilyen 25 és 30 méter közötti lesz majd maga a munkagödörnek. Az egy 10 emeletes ház. Igen, a mélysége. Most ugye mínusz 5 méterig mennek le a talaj vízszintig, és akkor majd ezt követően, hogyha meg lesz irányítva a talaj, akkor fogják a többi földet kitermelni. Ha pedig minden a terveknek megfelelően halad, akkor jövő év végére, vagy 2025 elejére elékezhetünk egy olyan pillanatig, amikor már az első betont ki tudják önteni a paksi telephelyen, és onnantól még látványosabb lesz az egész beruházás. Tehát tulajdonképpen ezt a 25 méter mély gödröt, mint egy hatalmas, gigantikus úszómedencét hát, ki fogják betonozni? Igen. Ugye körben mennek a résvallal, kibetonozzák, a megfelelő technológiával a talajt majd megszilárdítják, hogy a építmények és a épületek állékonysága és földrengés állósága az biztosított legyen, és azt követően kezdődik majd el maga a betonozás, az egyes technológiáknak a beszerelése, és onnantól kezdve tényleg évről évre egyre látványosabb lesz a két új paksi blokknak a látványképe. A reaktorok azok helyben, tehát ott készülnek? Nem, azt kell elmondani, hogy a földmunkálatokkal párhuzamosan Oroszországban már egyes nagy berendezéseket elkezdtek gyártani, például a 5-ös blokkhoz tartozó zóna olvadék csapdát már nagy részt elkészítették, az jövőre elkészül és le fogják szállítani, közben pedig magának a reaktortartálynak is a gyártása az elkezdődött, tehát ez Oroszországban gyártódik, hiszen egy nagyon szigorú menetrend alapján kell ezeket a berendezéseket legyártani és leszállítani, hiszen azt látni kell, hogy jelen pillanatban Oroszország a világvezető atomenergetikai cége, ami abban is megmutatkozik, hogy 11 országban 34 blokk építésére van megrendelése, tehát ezek a projektek a megvalósítás különböző szakaszaiban állnak, tehát nagyon kontrolláltan kell minden nagy berendezés gyártását is elindítani és legyártani az adott berendezést. Tehát legyártják ezeket a reaktorokat, beemelik, szivattyúkat. Utána fejezik csak be magát persze, a betonépületet? Hát egy megfelelő terv szerint szintenként beépítik azokat a rendszereket, amelyek a végső működéshez feltétlenül szükségesek. Mikor hozhatják az első fűtőanyag rudakat ide? És akkor a következő kérdésem az lesz, hogy honnan? A tervek szerint ugye most azt mondják a orosz fél részéről is, meg a magyar fél részéről is, hogy a két új paksi blokkot a 2030-as évek elején állíthatják üzembe, és általában úgy szokott lenni, hogy a üzembe helyezés előtt nagyságrendileg egy évvel szállítják le az első adag friss üzemanyagot, és hogyha kérdésként ez fel fog merülni, akkor elmondom, hogy ez Oroszországból fog származni. Ja, azért kérdezem, mert az elmúlt napokban nagyon komoly sajtó vita lett abból, hogy Franciaország felé is nyitott a magyar kormány, esetleges francia üzemanyag rudakat vásároljunk.
akkor ugye felmerült kérdésként, hogy ezzel kizárjuk-e az orosz fűtőanyagot, a kettőt lehet-e cserélgetni, keverni egymással? Ez egy nagyon fontos kérdés, és a mai látogatáson a Rosszatom vezérigazgatója mellett ott volt Magyar Levente, külügyminiszter helyettes is. Az egyik kérdés, az egyik újságírótól pont erre vonatkozott, hogy akkor most orosz üzemanyag vagy francia üzemanyag, és Magyar Levente nagyon szakmai alapon azt mondta, hogy a friss nukleáris üzemanyagok szállítása tekintetében első a nukleáris biztonság, tehát hogy abszolút biztonságos legyen, emellett megbízható legyen a partner, és legyen olcsó vagy olcsóbb a friss üzemanyag, és ennek most jelenleg az orosz fél tud megfelelni, tehát semmilyen olyan körülmény nem merül fel, ami azt eredményezhetné, hogy egy másik szállítót kellene keresni a Magyarországnak. Egy dolgot nem említett, a minőséget. Milyen minőségűek az orosz? Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedek működési tapasztalatai nem csak Magyarországon, hanem más országokban is egyértelműen bizonyítják azt, hogy az orosz üzemanyag az megbízható és nagyon jó minőségű, hozzátéve azt is, hogy nagyon sokszor az atomenergia ellenző azt is el szokták felejteni, hogy például az Egyesült Államok is vásárol dúsított uránt Oroszországtól, vagy éppen Franciaország, tehát magát az orosz atomtechnológiának a minőségét nem csak az atomerőművek tekintetében, hanem a friss nukleáris üzemanyag szállítások tekintetében is nem csak a magyarok ismerik el, hanem számos más ország is, mert ezek a magas tények. Árpád Zsolt, köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.